Sziasztok, Vajna Miklós vagyok, és ugye az elkövetkezendő röpke 20 percben a LibreOffice Writer-nek mindenféle ilyen file formátum problémáiról, illetve hát részben ugye azoknak megoldásukról szeretnék egy ilyen szösszenetet előadni. Jelmondatunk itt az lesz, hogy nem halatadunk, hanem halászni tanítunk, tehát itt most leginkább azt járnám körül, hogy nem lehet az, hogy úgy gondoljuk, hogy a világon van két ember, akihez ért, és akkor mi hozzáfutunk a problémáikkal, és majd azok megoldják, és így működik a világ, hanem az a jó, hogyha azok az emberek, akiket izgat valamilyen probléma, azok megpróbálják maguknak megoldani, ez egyrészt sikerélményt is ad, másrészt pedig így egyre több ember fog érteni ehhez a dologhoz, és hát így sokkal több értelme van inkább halászni, tanítani az embereket. Így az egésznek az elején az a témához van egy jó meg egy rossz hírem. A jó hír az az, hogy ezek a fájlformátum problémák az egész LibreOffice, illetve LibreOffice Writer-nek a témáján belül egy elég jól elkülöníthető kis részre behatárolható, és aránylag más ilyen LibreOffice-os problémákhoz képest aránylag kis erőfeszítéssel egész látványos eredményeket lehet elérni. Illetve ez egy elég jól tesztelhető terület, tehát hogyha mi egyszer kijavítunk egy problémát, arra elég könnyen lehet jó tesztet írni, és akkor hát konkrétan az a probléma, az nem fog akkor többször előfordulni. Szintén ezt szembe lehetne állítani akár csak a Writer-on belül egyéb területekkel, az, hogy valami pontosan hogyan jelenik meg, hogy a user interface-en pontosan milyen widgetek vannak engedélyezve, vagy nem engedélyezve, ilyen és olyan esetekben, ezek sokkal bonyolultabb dolgok, ezeket sokkal nehezebb tesztelni. Nyilván vannak erre is erőfeszítések, de azért ez nem egy annyira szép történet. Míg ezeket a fájlformátum problémákat, ezeket elég jól lehet tesztelni. A rossz hír az, hogyha valamilyen fájlformátum problémába futunk bele, tehát van egy dokumentumunk, és azt megnyitni szeretnénk, vagy valamilyen formátumban megpróbáljuk elmenteni, és valami félresiklik, akkor itt a legtöbb esetben a forráskódhoz kell hozzányúlni. Nagyon ritkán fordul az elő, hogy mondjuk a adott fájlt kézzel szerkezgetve valamilyen jobb eredményt tudunk aztán elérni, ahogy megnyitjuk azt a Writer-ben. Most a fájlformátum probléma, az, amiről én itt beszélni szeretnék, az kifejezetten arra korlátozódna, amikor van valamilyen funkció vagy valamilyen leírás egy fájlban. Ezt a funkciót a Writer ezt támogatja. A probléma az, hogy a kettő az nincs egymással köszönő viszonyban, tehát valahogy mégsem nyílik jól meg, vagy mégsem mentődik el jól az a fájl. Erre jó példa, mondjuk, hogy egy vonal vastagsága az túl nagy, hogyha mondjuk docx fájlon belül egy csoportos alakzatnak a része az a vonal. Vagy egyébként ez megtörtént eset, szóval ez egészen ilyen speciális esetnek tűnik, de általában, hogyha ilyen problémák vannak, azok mindig 3-4 tényezőnek az együttes fönnállása esetén szoktak előjönni. Vagy azt mondjuk, hogy egy adott dokumentum, azt várnánk, hogy ez egy oldalra kifér, de érdekes módon valami miatt ez mondjuk két oldalra sikerül. Ami rossz példa az, hogyha magából a Writer-ben is hiányzik valamilyen funkció, amit leírna a file formátumban egy adott dokumentum, és azzal van problémánk, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy sikeresen betöltődött egy dokumentum, de a megjelenítés során valami elszáll, és magát semmi használható megjelenítést nem kapunk. Tehát ezek máshol lesznek problémák a szoftverben, nem a file formátumoknak a kezelésénél. Hogy egy kicsit leszűkítsük a dolgokat, ugye itt van ilyen mentés, megnyitás, copy-paste-elés, exportálás, importálás. Valójában itt mi mindig importálásról meg exportálásról beszélhetünk. Ennek annyi a magyarázata, hogy amikor mi megnyitunk, akkor a színfalak mögött már létrejön egy üres dokumentum, és abban, mintha szépen begépelnénk, úgy nyílik meg ez a dokumentum. Persze sokkal gyorsabban, de az eredmény az ugyanez. Illetve ugyanígy, hogyha elmentünk valamit, akkor az ugyanaz lesz, mint hogyha exportálnánk, tehát egyszerűen ez a szűrő program, vagy ez a szűrő építőkocka, amire
amit mi most itt matatni fogunk, az nem foglalkozik azzal, hogy ez most egy exportálás, vagy ez egy mentés másként, vagy ez egy mentés, tehát ő csak kap egy dokumentumot, meg kap egy ilyen felpászt, hogy hova mentsen, és oda szépen ki fogja írni ennek a tartalmát. De most, hogyha copy-paste-elünk, akkor ugyanez, hogy ha másolunk egy dokumentumból, akkor egyszerűen az egy, ugyanúgy egy mentés lesz, csak az a dokumentumnak egy kis része kerül elmentésre. Hogyha belemásolunk a dokumentumba, az ugyanúgy egy importálás lesz, csak már egy létező dokumentum lesz, és mondjuk kap egy pozíciót ez a szűrő, hogy hova importálja bele. De innentől kezdve az ilyen szűrős problémák, itt a file formátumokkal kapcsolatban, ezek mindig import vagy export problémák lesznek. És ez a magyarázat annak is, ami talán így elsőre furcsa lehet, hogy mondjuk, ha egy olyan mondjuk HTML file-ról legyen mondjuk szó, ami mondjuk így kézzel is olvasható, tehát egy szöveges, sima szövegszerkesztőben is meg tudjuk nyitni, akkor, hogyha valamit beleszerkeztünk LibreOffice-tel és ezt visszamentjük, akkor ez lehet, hogy teljesen másképp fog kinézni. Szemantikailag persze közel lesz hozzá, tehát nagyjából ugyanazt fogja leírni, de lehet, hogy teljesen más tegeket használ, vagy ilyesmi, hiszen ez az import meg az export az egymásról nem tud. Tehát az import az valahogy a writernek a belső reprezentációjával valahogy megpróbálja leírni ezt a dokumentumot, és ezt aztán visszapróbálja írni az export ebbe a formátumba. De simán lehet, hogy itt az adott formátum és a writer között azért vannak különbségek, és mind az import, mind az export során lehet, hogy lesznek ilyen veszteséges konverziók, tehát azért ez nem pontosan ugyanazt fogjuk visszakapni. Illetve ez a magyarázata annak is, hogy sokan tudják ezt, hogy a LibreOffice az nagyon sok minden formátumot meg tud nyitni, meg sok mindenbe tud menteni, és hogy akkor ezt a konverziós gépezetet, na ezt vegyük ki a LibreOffice-ból, a többit ezt megfelejtsük el. De most ez azért nem működik, mert ehhez, tehát ezek a szűrők, ezek mind a belső reprezentációhoz, tehát ez a dokumentum modellhez, illetve a megjelenítéshez is, annak is van egy ilyen saját modellje, ezt is hozzáférést kaphatnak, és igazából, hogyha mi ezt, tehát amit mi el akarunk felejteni, az egy elhanyagolhatóan kis rész, talán a user interface az, ami telegesen nem kellene egy ilyen konverziós géphez, de egyébként a teljes writer az szükséges ahhoz, hogy A formátumból B formátumba tudjunk konvertálni. Persze ettől függetlenül ez egy értelmes dolog, hogyha valaki csak konvertálgatni szeretne dokumentumokat, és van is ilyen parancsori opció, ami tényleg csak elindítja a LibreOffice-t, átkonvertál egy dokumentumot, és utána kilép, vagy a API használatával lehet több szálon is dokumentumokat konvertálni, stb. De alapvetően azt érdemes látni, hogy ez egy nagyon integrális része a LibreOffice-nak, és ez nem olyan, hogy ez csak egy pici része, amit csak úgy ki tudunk szedni belőle. Na most, hogyha mi ilyen fájlformátum problémákat szeretnénk megoldani, akkor valahogy azt egyrészt érdemes érteni az adott fájlformátumhoz, amiből olvasunk, vagy amiben írunk, illetve hát valami ilyen szinten érdemes érteni a writernek a dokumentum modelljéhez, hogy ez hogyan tárolja, hiszen hogyha itt valami problémát látunk, akkor ugye azzal lesz a baj, hogy a formátumot azt a dokumentum modellbe hogyan képezzük le, vagy a másik irányba ez a leképezéshez. Ez hogyan történik, és ott valami olyan konverzió vagy nem konverzió történik, amit mi nem tartunk kívánatosnak. Na most a writer dokumentum modelljéről tavalyi évben, amikor ilyen új funkciók hozzáadásáról beszéltem, akkor részletesen beszéltem. Itt két rövid mondatban csak annyit mondanék, hogy ez paragrafusokból épül fel a teljes dokumentum. Ezeket ilyen ugyanúgy, ahogy egy XML-ben vagy bármilyen más ilyen fa struktúrára épülő nyelven ilyen csomópontokként reprezentálja a writer, és van nekünk egy ilyen SWDebug környezeti változónk, amit ha beállítunk, akkor hogyha így indítjuk el a writert, akkor ki tudjuk írni egy XML file-ba ezt a belső dokumentum modellt, ezzel a Shift-F12-vel, ez egy módszer, akkor másik módszer, ahogy bele tudunk ebben nézni, hogyha ezek a writer dokumentum modellek, egy dokumentum esetén ugye egy modell, ezek egy ilyen SWDoc nevű classban vannak implementálva, ezt bárhova, amikor vannak ilyen pointereinkre, ezeket tipikusan ilyen PDoc néven látjuk a kódban, és
Ennek van egy ilyen metódusa, amit hogyha a GDB-ben kiírunk, akkor szépen kapunk egy meglátjuk ezt a fal struktúrát, hogy pontosan hányas nódnak, mi a tartalma, milyen a típusa, és ez is segíthet ahhoz, hogy megértsük, hogy mondjuk egy importálás eredményeképpen mi mehetett ott félre, vagy mi lehet ott a gond. Ezen kívül még egy harmadik módszer, nincs aranyszabály, hogy melyik a legjobb adott problémához, adott módszer lehet a leghatékonyabb. Ezt az UNO API-t, amit lehet makróból, vagy különböző nyelvekből használni, hogyha ezt használjuk, de mondjuk maradjunk a makrónál, akkor a makróban, ebben a StarBasic nyelven, az adott dokumentumot ezzel a diskomponent nevű változóval érjük el, ez olyasmi, mint C++-on mondjuk a disk, tehát az adott objektum, és ez implementál egy ilyen interfészt, amivel lehet rajta iterálni, és az iteráció során sorba kapjuk meg a paragrafusokat, illetve az egyes paragrafusokon is lehet iterálni, és akkor kapjuk meg ezeket a ránokat, ami azt jelenti, hogy paragrafuson belül azok a kisebb egységek, ahol már az egyes karakter tulajdonságok is azonosak. Tehát például azt mondom, hogy hello világ felkiáltójel, és a világ az félkövér, a többi az pedig nem, akkor ez a hello space rész, ez lesz egy rán, a világ lesz még egy rán, és a végén felkiáltójel még egy rend. Na most, hogy valami fogalmunk már van erről a dokumentum modellről, akkor nézzük meg, hogy a Writerben általában milyen file formátumokkal szoktunk dolgozni. Ugye van a saját formátumunk az ODF, ezen kívül vannak különböző Word formátumok és a többi. Az ODF szűrő, ez az egyetlen, amit úgy igazán sajátunkénak érzünk, hogyha itt bármilyen import-export során valamilyen vesztességmentes konverzió lenne, tehát hogy bármilyen adatvesztés, bármilyen formátumvesztés, az nagyon nem szeretjük, és ezt igyekszünk gyorsan javítani, nem is szokott ezzel túl sok gond lenni. Magának az ODF-nek a szemantikája az nagyon közel áll a Writer-nek a saját szemantikájához. Ez mondjuk nem is meglepő, hiszen amikor az ODF megszületett, ebbe igen jelentős munkát vállalta Sun, aki akkor a OpenOffice fejlesztőit alkalmazta. És ezen kívül magát ezt az API-t, amit kívülről el lehet érni a Writer felé, ott is az egyes objektumokon lévő tulajdonságok, metódusok, stb. Ezek nagyon köszönő viszonyban állnak az ODF-fel, tehát egy-egy paragrafusnak mondjuk a tulajdonságait, ezt egyezelj be a tulajdonság névből mondjuk nem nagybetűkkel és space nélkül, hanem mondjuk csupa kisbetű és kötőjellel, de az egyezelj be általában úgy van leírva az ODF-be. Ezért is szokott az lenni, hogy általában, hogyha úgy gondoljuk, hogy valami ODF problémát találtunk, az legtöbbször magában a Writerben szokott probléma lenni, és nem az ODF szűrőben. Itt írtam ilyen kódpointereket, hogy milyen könyvtárak alatt található ennek a kódja. Ez inkább csak azért, hogyha majd a végén majd mutatom, hogy hol lesznek elérhetőek a szlájdok, hogyha valaki utána szeretne nézni, akkor arra érdemes nézelődni. Meg majd ebbe a workshopon is belemegyünk. Az előadás után lesz egy 40 perces workshop valamelyik terembe, ott majd úgy, tehát ott nem nagyon lesznek szlájdok, hanem pont inkább így gyakorlatban igyekszem mutogatni ezeket a dolgokat. És hát ez az ODF egyébként ez egy zipelt XML formátum, az ODF szabványnak része az a RelaxNG séma, ami alapján automatikusan lehet validálni egy adott dokumentumot. Itt van is egy URL, ahol ez konkrétan itt online fut, de van ennek parancsérő változata is, tehát ezt szépen lehet nézegetni, hogy az adott ODF dokumentumot, mondjuk, hogyha mi nem jól nyitjuk meg, akkor maga az ODF dokumentum a hibás, vagy mi vagyunk a hibás, és akkor kinek a fejét kell ütni. És akkor rá is térnék a Word formátumokra, itt mondjuk nagyjából három formátumról érdemes beszélni, az RTF-ről, a bináris docról, illetve a docx-ről. Az RTF az még ilyen XML-t megelőző időkben indult el, olyasmi egyébként, mint a HTML, tehát hogy egy ilyen akár kézzel is írható valami, annyiban tud többet, hogy az ilyen szövegszerkesztős dolgokat is jól el tudja menteni. Tehát ugye a HTML az valahogy a webre készült, ott nincsenek oldalméretek, nem nagyon vannak hasábok, nincsenek oldalstílusok, stb. Oldaltörésre nagyon ilyesmik. Az RTF-ben ezek azért így mind benne vannak. És hát ezt a tényleg majdnem napjainkig, tehát azt hiszem ilyen 2007-ben update-elték utoljára ezt az RTF szabványt. Egyébként ez úgy zárt
szabálynak tekinthető, hogy ezt a Microsoft, amikor úgy gondolja, akkor beletesz, amit ő gondol, és akkor ez van. De viszont maga a specifikáció az elérhető interneten, és egészen megfelel a valóságnak. Tehát nem egy maga a szabvány, az nem egy rossz szabvány. Itt a LibreOffice oldaláról a LibreOffice 3.3-ban jelent meg az exporternek egy jelentős átdolgozása, illetve hát gyakorlatilag újraírása, illetve a 3.5-ben pedig az import újult meg. Mindkét esetben az volt az alapvető motiváció, hogy ezek ilyen teljesen különálló modulok voltak, míg a szűrők munkájának nagy része az azzal telt el, hogy itt a Writer-nak meg a Word-nek a koncepcióit az valahogy egymáshoz mappelni, és amit teljesen fölösleges külön az RTF-re megoldani, és ezért az exporter esetén ez az új exporter, ez jelentős kódot oszt meg a DOC, illetve a DOCX formátumokkal, az import esetén pedig a DOCX-el jelentős kódot oszt meg. És hát ez, hogyha ebben hiba van, az általában az én hibám szokott lenni. Ezen kívül van nekünk még egy DOC formátumunk. Valószínűleg ez a legrégebbi, jelenleg is használatban lévő Writer szűrő. Emiatt szokták azt mondani viccesen, hogy hát a Writer-nek az egyetlen natívan támogatott formátuma az a bináris DOC, ami hát önellentmondás, mert azt mondtam, hogy a ODF a saját formátumunk, de hát technikailag kétfajta ilyen szűrőt támogat általában a Writer, vagy magának a Writer-nek a része, ilyen az a bináris DOC is, vagy pedig ugyanaz az API-t, amit a makrokból is, meg extensionokból is tudunk használni, úgy az API-t használva is lehet szűrőket készíteni, és az ODF az ilyen külső API-t használó szűrő, tehát ennek akkor, ha valami nem külső, akkor mi legyen az ellentétje, legyen az a natív. Hát így lett a DOC a natív formátunk. Ettől függetlenül persze a konverzió oda-vissza mindkét irányban azért tartalmaz vesztességmentes átalakításokat, szóval azért nem kell sokat várni ettől, de technikailag azért ez így natív. Ez az import és export az némi kódot közösen használ. Ennek értelemszerűen az a motivációja, hogy ilyen bináris formátumnál nem XML tegeket használunk, hanem tipikusan ilyen C jellegű struktúrákkal vannak ezek leírva, hogy pontosan hogy épülnek egymásra ezek a ilyen byte halmok. És hát ugyanezekkel a struktúrákkal kell dolgozni importnál is, meg exportnál is, tehát ez szerencsére azért nincsen duplikálva. Illetve hát talán az a legnagyobb problémája ennek a szűrőnek, hogy hát ez ilyen elég organikusan fejlődött az elmúlt legalább 20 évben, tehát mindenki őt belepiszkított egy kicsit, és hát ez úgy látszik is rajta, nem nagyon foglalkoztak ők azzal, hogy az, hogy ők kiolvasnak egy bináris fájlból bizonyos értékeket vagy elemeket, tehát ez a tokenizáló rész, illetve az, hogy hogyan feleltetik meg a Word-ös problémát, vagy Word-ös fogalmakat a Writer-ös fogalmakkal, tehát ez a mappelés rész, ez abszolút nincsen szétválasztva. Majd látni fogjuk, hogy például ez a DOCX esetén azért ez jobban megvan oldva. Ezen kívül mit érdemes még elmondani? Ugye, hogy ez egy bináris formátum, azért ez így elsőre visszavetheti az embereket, hogy hú, hát akkor az ilyen krix-krax, mit csináljunk, hogy értsük meg, stb. Hát erre is több megoldás van, de persze most én itt a saját megoldásunkat reklámoznám. Van ez is egy free desktopos projekt, az MSO Dumper. Ez egy olyan parser, ami bináris DOC, XLS, PPT fájlokat olvas be, és valamilyen ember által jobban emészthető kimenetet ad. Az a motiváció, hogy ha két bináris fájl különbözik, akkor ez a kimenet is különbözzön, de a kimenet az viszont olvasható legyen. Tehát például arra nagyon jó, hogy nem tudom, beállítok egy oldal keretet, beállítom a színét feketére, elmentem a DOC-ot, beállítom sárgára, megint elmentem a másik néven, mind a kettőre futtatok egy log dumpert, és megnézem a kimenetét, hogy hol különbözik, és egyből rá fogok jönni, hogy mi az a 10 darab struktúra, amit mondjuk a specifikációban érdemes elolvasni, mert az lesz kapcsolatban ezzel a keretnek a színével, pedig abban a specifikációban, hát nem tudom, legalább 10 000 ilyen struktúra van, tehát ez nagyon, nagyon segít abban, hogy megtaláljuk mind a LibreOffice-nak a kódjába, illetve hogyha olvassuk mellé ezt a DOC szabványt, akkor hogy abból mit érdemes elolvasni.
Igen, és akkor elérkeztünk a DocX-es szűrőhöz. Hát talán mostanában ez kapja a legtöbb ilyen változást. Ugye hát ez már elég régóta elindult, hogy emberek elkezdtek DocX-et használni a doc helyett ilyen Word-ös környezetben, és akkor ugye ezeket kapjuk e-mailben, és akkor azért nekünk is legalább olvasni kéne, és stb. De hát csak így nagyságrendileg, hogy összehasonlításképpen a Binaris Docnak a PDF szabványa az, mint tudom, 600 oldal, ez a DocX, ez szét van szedve több részre, mert ugye vannak, ami közös mondjuk az XLS, XM, egy ilyesmi, de ez ilyen ezres nagyságrend, tehát csak a DocX specifikus rész, az is valami 5000 oldal. Most ez azért is ilyen hosszú, mert hogy amikor ezt így átverték, hogy ECM, meg aztán később ISO szabvány lett, akkor azért nekik sokkal több mindent le kellett írni. Tehát az, hogy nem tudom, mondjuk egy képnek a körülfuttatása az mondjuk oda volt írva ideig, hogy a négyes az azt jelenti, hogy tightly, és akkor hát most ha megnézhetjük a szótárban, ez valami szorosan vagy valami ilyesmit jelenthet, de hogy ez pontosan mit jelent, ezt nem írta le senki. Na most az ilyen eseteknek a nagy részében azért itt a DocX-es szabvány esetén azért igyekeztek valamit ennél kicsit többet írni. Nem mindig elég ez ahhoz, hogy azért el lehessen készíteni csak ez alapján egy implementációt, de egész sok mindent leírtak. Igen, itt ezen szívás van a főleg az export résznél, hogy az, hogy DocX, ez nem egy egyértelmű dolog. Egyrészt a Word-nek a különböző verziói, ezek különböző, tehát azért itt is fejlődnek a formátumok is, de magán a legelején ez eredetileg egy ECM szabvány volt, és ez más volt, mint amit a Microsoft implementált a Word-ben. Most megint ugye általában ugye az ügyfelek, azok mit szeretnének, ami a gyakorlatban előfordul, tehát őket általában ez érdekli, tipikusan a Microsoftos verziója érdekelte ez őket, de ami meg ugye szabványként ki volt adva, az pedig egy másik valami volt. Nem kell egyébként nagy különbségekre gondolni, van mondjuk egy paragrafusunk, van annak egy jobb meg baloldali margója, most az XML markában mondjuk start és endként van a két margó feltüntetve, vagy left és right-ként. Nyilvánvaló, hogy azzal lehet itt a probléma, hogy megírták olyan szemlélettel, hogy úgyis csak latin szövegek lesznek benne, és amikor a arab szövegeknél a jobb margóra már balként kellett hivatkozni, akkor kezdtek bonyolódni a dolgok, akkor rájöttek, hogy akkor inkább ez a start meg az end lenne a jobb. Hát és akkor az import oldalán ez aránylag egyszerű. Értjük a right, meg a start ugyanaz. De amikor írjuk, hát akkor nem lehet mind a kettőt írni, úgyhogy ez mai napig is így van, hogyha valaki szemfülesebb és megnézi, akkor hogyha file save-ez, és akkor kiválasztja a formátumot, ott kétfajta DocX-et lehet kiválasztani. Nyilván a default az a Microsoft által implementált verzió, hiszen így a gyakorlati életben azért ez a fontosabb. És akkor itt is van import meg export, az import az egy régebbi valami, még a OpenOffice-ból örököltük, a szán dicső XSLT-ben programozó, mert hogy csak abban programozó mérnökeinek az alkotása. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy valahogy azt gondolták, hogy akkor ők fogják ezt az egész leírást, hogy a DocX az hogy néz ki, ez is egy ilyen RelaxNG séma, akkor ehhez, ugye ez valami XML, akkor ehhez teszünk valami XSLT-t, ami tipikusan ugye valahogy egy XML bemeneten dolgozik, és ez majd ilyen C++ kódot fog kihányni magából, azt lefordítjuk, és kész az importer. Hát nem tudom, hogy ki és mennyit foglalkozott ilyennel, hogy amikor ilyen szabályalapú rendszereknél valami nem úgy működik, ahogy akarjuk, és akkor a 10 000 szabályból próbáljuk kidibágolni, hogy melyik szabály nem meccselt, mert ugye hibaüzenet semmi, de hogy melyik szabály nem meccselt, és miért, akkor miért nem úgy működik, stb. Szóval ez nem egy ilyen nagyon szép történet. És hát addig, ameddig a ilyen DocX importerben mi az XML-ből ki akarunk szedni értékeket, és tehát ez a tokenizáló rész, ez a mai napig így működik, és hogyha ez nagyon nem úgy működik, mint ahogy szeretnénk, akkor azért ez kemény fejtörést tud okozni, de hál' Istennek nem így szokott lenni a több probléma, általában abban a mappelős részben szokott lenni, ami szerencsére szépen szét van választva, és ez a jó, hogy a DocX-nek ez a tokenizálója, meg az RTF-nek a tokenizálója ezt a közös mappelő részt használja, úgyhogy az, hogy mondjuk a Word-ben mi szakaszokkal dolgozunk, a Writer-ben meg mondjuk oldalstílusokkal,
azzal a tokenizáló részben egyáltalán nem kell foglalkozni, mert mondjuk, hogy most érkezett egy új szakasz, és akkor utána azt majd a mapper eldönti, hogy ezzel pontosan mit tud kezdeni. Na most nagyjából láttuk, ezen kívül van még ilyen HTML szűrő, meg plain text, meg pár ilyen dolog, de ezek azért olyan túl sok módosítást nem szenvednek el így az elmúlt pár év során, tehát ezek azért aránylag úgy készen vannak, vagy ami hibájuk van, ezek úgy tűnik, hogy megtanultak együtt élni az emberek, vagy ilyesmi. Ami még izgalmas lehet, az az, hogy oké, kijavítottunk valamilyen problémát, és akkor szeretnénk rá tesztet írni, hogy innentől kezdve a gép dolgozzon helyettünk. Na most itt többfajta tesztek vannak. Az első, ami így fölmerül, ezek olyan unit tesztek, amik minden egyes alkalommal, hogyha bármihez hozzányúlunk a forráskódhoz, és egy kis részét is lefordítjuk, ezek mindig utána lefutnak. Ebből nagyon kevés van. Pont azért, hogy egy gyors visszajelzést adjanak egy tényleg pár másodperc alatt, hogy valamit nagyon elszúrtunk, vagy nagyjából rendben van a dolog. Ez olyanra jó például, hogy ilyen biztonsági hibák során beérkező direkt rossz szándékkal készített dokumentumok például elcrasheltetik ezt a szűrőt, vagy ilyesmi. Illetve ugyanilyen ebbe a kategóriába tartoznak azok a tesztek, amik a writernek a mindenfelé ilyen belső szimbólumaihoz is hozzáférnek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a writer az egész LibreOffice-on belül ez egy ilyen shared library lesz, a szimbólumok nagy része az privát, tehát ezt kívülről nem lehet elérni, de hát néha ténylegesen a klasszikus unit tesztelést, amikor meg akarjuk valósítani, és egy-egy class szeretnénk tesztelni, akkor mégiscsak van erre szükségünk, és ilyenkor azt csináljuk, hogy igazából egy második writert linkelünk magunknak össze, amiben benne lesz ez a tesztkód is, és így akkor ezeket a unit teszteket is tudjuk futtatni. Most ami így a szűrők szempontjából izgalmasabb, ezek a modelltesztek, ebből ennek a keretrendszernek először az import része készült el, ez aránylag egyszerű, az adott formátumban vannak nekünk teszt dokumentumaink, ezeket betöltjük, és utána ezt a bizonyos UNO apit, amit ugye makrókból is lehet használni, ezt használjuk, megfogalmazunk kifejezéseket, és ezeket értékeljük ki. Ezek tipikusan, hát amit a CPP unit ad nekünk, tehát ilyen stringeket lehet összehasonlítani, bizonyos kifejezések igazak, nem ilyesmi, tehát nem, semmi olyan nagyon extrára nem kell gondolni. De mivel ugyanezt az apit használja az ODF export, ami ugye veszteségmentesen el tudja menteni, így minden fontos dologhoz hozzáértünk gyakorlatilag. Másrészt pedig, ami nagyon kényelmes, hogy ebbe a kis makró szerkesztő ablakba, ami jön a LibreOffice-szal, szépen próbálgatva szépen össze lehet rakosgatni egy ilyen tesztet. Nyilván van ugye ez dokumentáció is, meg ilyesmi, de hogyha valakinek ez így sokkal jobban tetszik, hogy mondjuk egy objektumon meg kéne keresni, mondjuk egy ilyen writer dokumentum objektumon, hogy akkor most nem tudom hány táblázat van a dokumentumban, már kettő volt, de a javítás előtt az egyik az elveszett, akkor föl le scrollozgatunk a tulajdonságokon, észreveszünk, hogy hopp, van egy ilyen, nem tudom, text tables, és így azt meg lehet számolni, mert ez egy ilyen konténer, és akkor megkaptuk, hogy annak a count property-t kell megnézni. Tehát egy ilyen aránylag interaktívon könnyen össze lehet rakni ezeket a teszteket, és hát nyilván az lesz a tesztnek a célja, hogy a teszt az lefusson, ezek után magát a javítást azt revertáljuk, megnézzük, hogy úgy a teszt az nem fog lefutni, és akkor ezek után visszacsináljuk ugye ennek a javításnak a visszavonását, tehát akkor most meg lesz a javításunk, meg a tesztünk, ezt összetesszük egy darab commitba, és lehet beküldeni. És akkor utána már, amint ezt valaki átnézte, már ott lesz a nevünk, hogy mi is dicső LibreOffice kontribútorok lettünk. Na most az export esetén ezt picit bonyolultam, mert ugye pontosan hogyan értékeljük azt ki, hogy valami eredmény az tehát egy elmentett fájl az pontosan hogyan néz ki. Erre azt találtuk ki, hogy ugyanúgy egy adott natív formátumba készítjük el a tesztdokumentumokat, azt importáljuk, utána exportáljuk, hogy ugye az export az tesztelve legyen, majd megint importáljuk, és onnantól kezdve ugyanazt az API-t tudjuk használni ezeknek az export hibáknak is a teszteléséhez. Ennyit szerettem volna mondani, az időm is elfogyott. Köszönöm szépen a figyelmet, és kivételesen azt mondanám, hogy ha valaki nagyon-nagyon szeretne kérdezni, akkor kérdezzen, de egy perc múlva kezdődik
egy 3-4 órás workshop valamelyik teremben, majd mindjárt kitaláljuk, és szerintem inkább ott kérdezzetek, hogyha, ha van kérdés.